van Violet és van Finch. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről fogok beszélni, amiknek várhatóan idén lesz filmadaptációjuk. Kicsit orhangom van, úgyhogy ha valamilyen nevet, vagy címet, vagy akármit rosszul mondok, vagy érthetetlenül, akkor az ennek tudható be. És most már lassan 3 éve, sőt, szerintem most már több mint 3 éve olyan keményen könyvmúl vagyok, hogy tényleg nagyon sokat olvasok, és mindenféle könyveket, és kezdek rájönni, hogy konkrétan majdnem minden könyv alapján készült, ugyanígy vannak a filmek is, ugyanis idén találtam egy listát, amin több mint 30 könyv, illetve 30 film volt felsorolva, amik valószínűleg idén lesznek vászonra víve, és mindegyik könyv alapján készült. Én valahogy mindig is azt gondoltam, hogy vannak a könyvek, meg vannak a filmek, és van az a néhány film, ami könyvből készült, most meg már konkrétan látom mindig, hogy minden könyv alapján készült, ami azért jó, mert így minden filmet el lehet olvasni könyvben is. Azok közül a könyvek közül, amik idén lesznek megfilmesítve, nem olvastam annyira sokat, de sok érdekel. Szóval most néhány olyanról fogok beszélni, amit izgatottan várok. Az első ilyen film, ezt csináltam egy ugyanilyen videót, a tavalyi évben is. Van egy könyv, amit akkor is említettem, Ahová tűnt el Bernadett, ugyanis tavaly még úgy volt, hogy 2018-ban jön ki, idén már úgy van, hogy idén jön ki, úgyhogy megint beleveszem, március 22-én fog elméletileg megjelenni ez a film, Kate Blanchett fog benne játszani, és ez a könyv rajta van időtlen idők óta már a váró listámon, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy miről szólhat, de egy jó dolog van abban, hogy nem jött ki tavaly, hogy így legalább még mindig van időm elolvasni a könyvet, mielőtt kijönne a film. Egy másik könyv, amit idén fognak vászonra vinni, az Nicolai Jungtól a Nap is csillag. Ennek az adaptációja várhatóan május 17-én fog megjelenni. Egyedül a két főszereplőt játszó színész tudjuk. A történet nagyjából az, hogy van Natasha és van Daniel. Rossz vagyok nevekkel ilyen hosszú távon. Szóval Natasha és Daniel a két főszereplő, az ő szemszögükből követjük végig a történetet, és Natashát a nap végén kitoloncolják Amerikából, de pont aznap találkozik Daniel, és a kettő szerelmes lesz egymásba. És ezt azért így mondtam, mert nekem annyira nem fekszik ez, hogy két szereplő találkozik, és azonnal rögtön szerelmesek egymásba. Egyébként ez a könyv nem volt rossz, de pont emiatt a része miatt nekem annyira nem tetszett, viszont a filmre kíváncsi leszek, vagyok. Aki filmre kíváncsi vagyok. Nicolainak a másik könyvét is megfilmesítették, a Minden Mindent. A Minden Mindent a mai napig nem láttam, mert engem nem hozott lázba a történet, nem is olvastam, csak így nagyjából tudom, miről szól. De majd meglátjuk, hát ezt látni fogom. Azon a listán, amit találtam, teljesen meglepődtem, mert erről így nem is hallottam, hogy ez a könyv meg lesz filmesítve. Ez Jack Londonnak a The Call of the Wild című könyve, ez elméletileg szintén idén fog egy új filmként megjelenni. Hogyha jól láttam, akkor már volt több filmadaptációja. Így megláttam és tökre izgatott lettem, mert igazából elolvastam ezt a könyvet, de nem láttam még belőle egyik filmet se. Ez a könyv, ez egy kutyát követ, akit úgy hívnak, hogy Buck. És ő elkerül Alaszkába, ahol mindenki aranylázban ég, és keresik az aranyat, és szánhúzó kutya lesz, és hát ott hívja a vadon, ahogy azt a címe is sugallja. És ahogy néztem, ez december 25-re van mondva, hogy ez ebből a könyvből a film, az újfajta film megjelenik. Nem tudom, mert igazából nincs hozzá még konkrétan semmi, tehát találtam ezt az egy dátumot, és ennyi. Elméletileg Harrison Ford is játszani fog benne. Egy másik adaptáció, ami nagyon-nagyon érdekel engem, mert egyszer valamikor réges-régen láttam, de igazából nem sok mindenre emlékszem belőle, az Louisa May alkotta a kisasszonyok, és azért ezt a könyvet mutatom föl, mert ebben a kisasszonyokból van egy részlet, a karácsonyi színdarabról, és
A kisasszonyokat el szeretném olvasni, már csak azért is, mert van ugyanilyen kiadás belőle, mint ez, tehát ilyen nagyon szép kiadás, és ezt gyűjtöm, úgyhogy ezt meg is akarom venni, és akkor majd el is olvasom. És igazából fogalmam sincs úgy nagyon, hogy miről is szól a kisasszonyok. Tudom, hogy vannak benne kisasszonyok, tehát így ennyit tudok róla. És ez december 25-ére van írva, hogy megjelenik elméletileg, de lehet, hogy még át fog csúszni 2020 januárjába. És hát elég híres színészeket válogattak be erre a filmre, köztük van Emma Watson, az a srác, a szólítsa nevedem valakinek, ki nem tudom mondani a nevét, az a színésznő, aki a Brooklynban volt a főszereplő, meg benne volt egy csomó filmben, de egyszerűen nem tudom neki kimondani a nevét, és nem akarom rosszul sem mondani, valamint Meryl Streep. És azért is várom ezt a filmet, hogy mert akkor ezt így megnézném, és ez újfajta lenne, és képbe kerülnék, hogy miről is szól ez a történet. Talán az egyik legvártabb film, ami valószínűleg idén fog megjelenni, pontosan nem tudni, hogy mikor, 2019-re van írva, de még lehet, hogy ez változik, ez pedig Jennifer Niventől a Veled minden hely ragyogó. Ez a könyv nagyon jó volt, és én nagyon szerettem. És már egy ideje lehet tudni, hogy kik fognak benne játszani. Például Elle Fanning fogja Violetet játszani benne. És várom is ezt a filmet, mert meg nem is, mert nekem az a problémám, hogy a két főszereplőre, akit kiválasztottak, nekem a fejemben nem éppen olyanok, mint ők, szóval majd meglátjuk, nem tudom. Egyébként ez a könyv arról szól, hogy van Violet és van Finch, és ők találkoznak, és az ő kapcsolatukról szól, meg az ő problémáikról. És ez egy nagyon jó könyv. Jennifer Newman másik könyve, a Veled teljes a világ, azt is olvastam. Az is jó volt, de ez szerintem ez a könyve jobb. Na, és az adaptáció, ami engem tényleg, ami legjobban izgat, és alig, ha volt fönn, szerintem egy listán se láttam, amiket találtam, pedig ez is könyvadaptáció. Ez pedig Cressida Cowell, Így neveld a sárkányodat című könyve, ugyanis most február 22-én jön elméletileg az Így neveld a sárkányodat animált film utolsó, harmadik része. Azért mondom, hogy valószínűleg február 22-én, mert már láttam olyat is, hogy valaki látta, meg van egy csomó klip belőle fönn YouTube-on, és most már teljesen kétségbe vagyok esve, mert nem tudom, hogy mikor jön ki pontosan, mert elméletileg a hivatalos dátum február 22, de akkor hogy láthatták mások, és nem tudom, de nagyon, nagyon, nagyon várom ezt a filmet. Tényleg ezt várom a legjobban idén, és annyira izgatott vagyok, és annyira szomorú is vagyok, mert ez lesz az utolsó Így neveld a sárkányodat film, és az első 2010-ben jelent meg, szóval már 8 éve teljesen Így neveld a sárkányodat függő vagyok. Nagyon durván ez akkor kezdődött, mikor kijött ugye a második film, és akkor így volt egy időszak, amikor hetente néztem újra a filmeket, és annyira imádom a könyvet is, és a filmeket is, vagy hát a könyveket is, meg a filmeket is. És nagyon várom. Úgyhogy február 22, és irány a mozi. És akkor még két könyvet említenék ugyanattól a szerzőtől, és ez a két könyv nem valószínű, hogy idén fog belőlük az adaptáció megjelenni, de most lettek bejelentve, vagy hát tavaly, és szerintem érdemes őket figyelni, mert az egyiket olvastam, az nagyon jó, és valószínűleg a másik is nagyon jó, legalábbis csak jót hallottam eddig róla. Az egyik, az amit sohasem mondtam el, és ebből film fog készülni, ezt nemrég jelentették be, úgyhogy még igazából semmit sem lehet róla tudni, de én nagyon várom, mert ez a könyv nagyon jó volt, tényleg. Nagyon durva és nagyon jó. A másik, ebből sorozat lesz, és ezt már régebben bejelentették, ez pedig A kis tüzek mindenütt. Ezt még nem olvastam, de tervezem, és várom is. És ebből valószínűleg előbb lesz valami, vagy hát gondolom, mert ez korábban lett bejelentve.
Ez csak néhány volt azok közül a könyvek közül, amiknek 2019-ben lesz valószínűleg filmadaptációja, vagy biztosan. De ezek voltak azok, amik engem kifejezetten érdekelnek, és tudok is valamit a könyv alapjukról, és várom is őket, de nagyon. Főleg az Így neveld a sárkányodat. Tot. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!